nem csak azért, mert jó magam is, hogy az üdvözlő többsége és az RT-n végzett, és ezért személyes kötődésünk van magához a tanszékhez is. Engem felhasználhatnak arra, hogy elmondjak néhány személyes élményt. Hát közel 10 éve, ugye? Már majdnem 10 éve, és akkor kiderülések vagyunk. Közel 10 évvel ezelőtt kerültem újra kapcsolatba az RT-vel, hiszen én mindig ezt a főiskolai tanulmányaimat is, amikor informatikus könyvtára szerettem volna lenni kiegészítő szakon. Az első alkalommal, az első nap, velem egykorúban egy kicsit nálam idősebb kollégánkkal, kicsit messzebbre váltuk, hogy majd jön egy szobaloktató és bevezet minket a könyvtári kertelmébe, és akkor megérkezett Péter fiatal vigyorogva, és mindannyian jól meglepődtünk, ő is, meg mi is, és aztán hátradöltünk és vártuk, hogy halljuk a mannát, hogy újabb és újabb ismereteket szerezzünk. Nagyon kettős volt ez az első alkalom, de aztán, ahogy mondani szoktam, 3 év alatt addig gyűltük egymást a csoporton belül és az oktatókat is, hogy azóta is legendásan jó kapcsolat van a csoport tagjai és a tanszék között is, aminek köszönhetően nagyon jó szakmai kapcsolatok alakultak ki, és az intézmények közötti korábbi jó kapcsolatokat is csak említették. Így dicsekedve mondhatom, hogy a tanszék hallgatói vettek részt annak idején a Szabó Ervin könyvtár közhasznú információs adatbázisának az építésével, rendszeres látogatóink, rendszeres gyakorlóhely vagyunk a részükre, és az utóbbi néhány évben a művészeti tájékoztatás területén oktatjuk a hallgatókat. Különleges ez az, ami azért is, mert nagyon jól emlékszem át és koromban, hogy egy dolgozatot beadni is milyen nehézkes volt munka mellett, és bizony talán nem álltott volna, ha akkor minket arra ösztönöznek, mint ennek a hallgatói közöttünk a szerzői, hogy mi érjünk el egy-egy témában, és mi is legyünk részesei. Olyan értelemben a könyvtári társadalomban, hogy megosztjuk a véleményünket a kollégákkal. És különleges ez az alkalom abból a szempontból is, hogy szinte minden könyvtár most készül megújítani a stratégiai tervét, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy lesz-e könyvtár, kell-e könyvtár, milyen kihívások elé kell nézni a könyvtárnak. Reményeink szerint ez a kötet ezekre a kérdésekre is válaszol, de és milyen válaszokat ezeket majd előadóinkról fogjuk megtudni. Azonban, hogy az előadóknak átadhassam a szót, előtte megkérni a könyvtárnak még az ötletjárót, hogy Kodó Péter nyissa meg a mai könyvtárnak, és köszönjük a jelenteket. Köszönöm szépen! Tisztelt Önök, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy egy könyvbemutató az mindig érdekes és izgalmas. Azt is tudjuk, hogy mindabban az információ halmazban, amelyben élünk, időnként nem árt, hogyha néhányan veszik a fáradtságot, néha a bátorságot is, és arra vállalkoznak, hogy valamilyen témakörben véleményt nyilvánítsanak, annak a kockázatával természetesen, hogy ezzel lehet egyetértő kritikákat kapni, és természetesen lehet tovább vitatkozni. Ami különleges ebben a mai alkalomban, hogy könyvtárról, könyvtárosokról, könyvtárosok írnak. Azért azt mondom, hogy ez egy fontos dolog, de, és itt van úgy érzem egy plusza ennek a kötetnek, nem tudom tisztelni nyilván, hogy ezt minősítsem, de azt mindenképpen szeretném megosztani a jelenlévőkkel, hogy nem egy önmagunkat sajnáló, önmagunkat néző, hogy jaj, mi lesz, hanem egy nagyon markánsan megfogalmazott véleménysort hatozhatunk át a kötetemben, hogy izgalmas témákkal, hála Istennek olyan témaválasztásokkal, amelyet naponta élünk meg. Azt gondolom, hogy ez a Trendek című kötet abban mindenképpen példamutató, és ezért is örömnek a könyvemutatóján részt venni, hogy a hallgatók között nagyon sokan vannak, akik aktív gyakorlói ennek a szakmának. A tanszék pedig ezt nem csak egy inspiráltat, hanem ösztönözte,
és azt pedig nekem személyesen is, és itt jólémányunknak mindenképpen egy érzelmileg is fontos szempont, hogy ezt a kötetet, hogy Krisztinának ajánlották, ez mindenképpen az gondolom nagyon lényeges, hiszen az időt és a jelenlévőknek az emlékezete eléggé tudós. Ez úgy gondolom, hogy mindenünk számára egy nagyon felelősségteljes pillanat, és külön kiemelés érdemel Kiszti Péter szerkesztői munkája, hiszen ha valaki ezt a kötetet végigolvassa, én a kategóriával tartozom, én túl vagyok rajta, jó értelemben, hát bizony gyakorló könyvtárosként igen érdekes dolgokat lehet észrevenni, és ami nagyon fontos, hogy nem egy teljes gondolkodási szerzőkről van szó, hanem hajlandókkal, kitekintéssel, és hajlandó valóban trendekben fogalmazni és gondolkodni, akár az ai tapasztalatok alapján, akár külföldre való tekintettel is. Ha egy ilyen szakmai könyvemutató egy könyvtárban van, akkor ez mindenképpen jó dolog, a szakmai könyvtár számára pedig megtiszteltetés, hogy ennek otthon van. Én kívánom, hogy még hasonló kötetek jelöljenek meg, akár felett kettőként, akár felett háromként, ehhez nyilván pályázni is kell, tehát az sem ártana, hogyha ekkor a kötetből külön kiemelnék azt a tanulmányt, ami a pályázatokra vonatkozik, hiszen pontosan jól tudjuk, amit a gyakorló szakemberek vagyunk, hogy erre milyen nagy szükség van. Úgyhogy én egy nagyon jó gondolatú könyvemutatónak a bevezetője voltam. Köszönöm a figyelmüket, sok sikert kívánok magának a mai estnek, és ennek a gondolatnak és ennek a gondolkodásnak. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm Önöket, és számomra is megtiszteltetésük lenni. Részintnek a Fővárosi Szabályozó Könyvtárban vagyok és lehetek ebben a művőteremben. Másrészt pedig is főleg ez az elsődleges indokom, hogy egy nagyon-nagyon szép könyvet fogok a kezemben, dizájnos a könyv, már könyvészeti szempontból is megnyerő és tetszetős, és ha tartalmát nézzük, akkor egy óriási lendületet látunk a könyv különböző előadás, különböző tanulmányait olvasva. Dinamizmus látunk a könyvben, frissességet, nagyon jó is olvasni minden egyes tanulmány benne. Ha beszéljük most erről a könyvben, nem úgy, mint az Egyesület Elnöke, hogy kérünk gyakorló könyvtáros, könyvtárban lévő, könyvtárvezető. Meg a könyvtárnak a szerkezete, az egyes témák nagyon meglettek, hogy a trendek, a jövő trendjei hogy épülnek, mi körül van, mi körül fogalmazódnak meg ezek a trendek. Kommunikáció, nyilvánosság, pályázatok, építészet, képzés, mindenek előtt. Azért tettek meg, mert ugye az ember ebben a vezetői tevékenységében manapság és főleg a stratégiaírás követette, ugye tudjuk, hogy most készül a könyvtári stratégia, trendekben gondolkodik, trendeket ír, és azoknak mindenféle változatát járja körül. Éppen egy ilyen trendes megbeszélésről jött el a felsőoktatási könyvtárak trendjei voltak éppen a terítéken. Tehát amikor trendekről beszélünk, akkor mindenki ugye nagyon-nagyon kitekintő egyrészt, másrészt nagyon sok okosat akar mondani, és próbálja
majd a trendek jól fognak alakulni és megvalósulni. Nem gondoltam meg ilyenekben, hogy mennyire jó a kommunikáció, szóval mindig valahogy hátra tesszük. Van egy feladat, hogy nem érünk rá ezzel foglalkozni. Építészetben gondolkodunk, hiszen épülnek úgy tőkterek, és akkor csomáljuk, és a tereket ott csak szorozunk, de hogy mégis az építészetnek mi is a jelentősége. Beszélünk fizikai terekről, kell a fizikai tér, kell a digitális és elektronikus szolgáltatás mellett ugye a fizikai tér, ami összehoz, a közösségi tér. És miért éppen legyünk hagyományosabb, vagy nem hagyományos? Hát ez egy eldöntött kérdés. Itt nincs mit beszélgetni erről. Akkor megmondtam, hogy milyen könyvtár legyünk. Itt ülnek bent a hallgatók, itt ülnek bent az olvasók, a felhasználók. Kell neki a könyvformátum, kell nekik a digitális változat, és akarnak, ha akarják, otthonról olvasnak, dokumentumot, stb. Mondhatnánk tovább. Hát ezek meghatározottak. Így olvasni egy arról, hogy milyen a könyvtár építészet, ebből a könyvből megint csak új szemléletet hoz. Pályázás. Ugye tele vagyunk pályázatokkal, évek óta ebből tartjuk fenn magunkat. De néhány nem összefoglaló munkám, mint amit ebben a könyvben olvashattunk. Ilyen megközelítésben távolság tartó a pályázatokkal kapcsolatos tanulmány. Nagyon fontos ezt nekünk látni kívülről is, mert benne vagyunk és a benne lévőségtől nem látjuk azt, hogy hogy is néz ki a pályázatok világa. A másik, a képzés. A képzés, ami egy központi kategóriája ennek a tanulmánykötetnek. A vél vagy egyenna, és hogy alakul, és jó vagy nem jó. Egyáltalán mi a haszna annak ebből a kérdési formából, aki a könyvtártudományt választotta, vagy a könyvtárszaknál választotta magát, választja majd magának, milyen kérdési formációban tud boldogulni. Jó volt az a kérdés, amiben még én végeztem, amikor kétszakos kérdéssel jártam, ugye, és volt majd mellettem egy masszív tudomány, és jött hozzá a könyvtártudomány. Vagy azok a kérdési formációk, amik most van tettéken, azok kielégítik mindenkinek az igényét. Jól el tudunk állni ebben a kérdési szituációban, vagy ha. És ez a tanulmány, a tanulmányok is azt mutatják, hogy személyesek is, hogy de ugyanakkor távolságot tudnak tartani, rá tudnak nézni a tanulmányokat író, nagyon friss szemlélettel, arról, hogy mit jelent a kérdés, ki merik mondani, hogy jó a vélja, hasznos a vélja, vagy nem hasznos a vélja. Ki merik mondani, hogy mi lesz ennek a következménye, lesz-e munka, el tudnak-e helyezkedni, hogy alakul az életük, mit ad nekik ez a kérdés, hol érzik jó magukat, melyik kérdési formációban érzik jó magukat, és döbbenetes, nagy összehasonlító munkát végeznek, amikor 12 területen, 12 képzőintézmény képzéseit hasonlítják össze különböző szempontok szerint, majd 6 intézmény EMA képzését hasonlítják össze különböző szempontok szerint. Amikor Tisztú Péter azt mondja itt a bevezető előszavában, hogy bizony, nagyon fontos, hogy megkilódjon egy tanulmány írása során, sok mindennel, hogy rászorítsuk magunkat a tények felsorolására, megkeresésére, amikor az összevetéseket megteszünk, amikor objektívek akarunk lenni és tudunk lenni, és ezzel munka egy őrületes napkirúgás, akkor azt gondoljuk, hogy micsoda fantasztikus erős munka van előtt minden tanulmány előtt, és ugyanakkor mégis milyen könnyed a leírt szöveg, a megfogalmazott állítások mennyire újabb lenne. Tehát én amikor először elolvastam a könyvet, akkor körülbelül ilyenek fogalmazottak meg bennem. Jó érzés volt olvasni a könyvet. Nagyon jó volt, teljesen új dolgokat találtam benne, és ilyen követés volt, milyen vezetőt akarok. Többször elolvastam ezt a részt. Milyen vezetőt szeretnének a könyvtáros kollégák? És
nagyon is trendek kerültek ebbe a könyvbe be, amiben foglalkozunk el első megközelítésben. Elnézést! Az
azért ez egy úttörő váltott dolog. Lássuk be, ez egyszerre képet ad nem csak arról, hogy hogy gondolkodnak a hallgatók, hanem arról is, hogy szabad ide magamat is belejteni, hogy mi milyen munkát, hiszen Péter milyen munkát végez az intézetben. És azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk. Tehát ezt nyugodtan felvállalhatjuk, és azok, akik közreműködtek, megtéve azokat az első tudományos lépéseket, mert esetleg nem is tudják, hogy hát nem, fél év elején nem feltétlenül örömmel üdvözölt feladatkiosztás azért az hova vezethet. Én még nem nagyon láttam szeptemberben olyan arcokat, ahol boldogan ragadták meg a lehetőségeket, hogy na hát életem témája is erre vártam. És aztán felfedezni benne mindazt, hogy mire vagyunk képesek, hogy hova vezethet ez az egész, akár odáig, hogy trendeket jelölhetünk meg, és tanulságokat tehetünk ezekről. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy nem mindig a látszólag kellemes és jó feladatok azok, amelyek előre vezetnek. Szorgos, én hiszek ebben, szorgos munkával, segítséggel, mindenkinek szüksége van mentorra, társra, barátra, akinek adhat a véleményére. Ezek a dolgozatok nyilvánvalóan egy ilyen közösségbe születtek, nem egy sivatagba kiszabott pionír volt az, aki mindezt megírta, egy információs társadalomban. Nagyon érdekes, hogy hogyan tevődnek össze a források. Nagyon érdekes a kötetben, mindenkinek javaslom, amiről az elnök asszony is szólt, hogy hogyan tevődik össze a trend, hogy milyen szeletét ragadták meg ezek a feladatok, az, hogy a kommunikáció milyen fontos. Én nagyon tanulságosnak tartom az első tanulmányt, a nézzünk a tükörbe, és számok alapján látni, hogy milyen megjelenései vannak a szakmának. Régóta tudjuk ezt, és nagyon sokat teszünk ellené, ránézek Kórori Juditra, aki különösen a elnökségen belül is többször is kapta ezt a feladatot. De azért szembesülni ezekkel a számokkal elgondolkodtató is. A dolgozatok összefüggnek. Ugye látva ezeket a számokat, és mindjárt a következő tanulmány, Ildikó tanulmánya, a rendezvények az elmúlt 5 évben, és ugye mi tudjuk, hogy milyen rendezvények voltak, de a hallgató csak olyan rendezvények dokumentálására képes, amelyek megjelennek, vagy kellőképpen reprezentálódnak a különböző csatornákon. És amik nem jelentek meg, azok vajon milyen következtetések levonására kell, hogy indítsanak bennünket. Úgyhogy annyi tovább gondolni és feladatkijelölő pontja van ennek a könyvnek, hogy ahányszor elveszem, annyiszor találok benne újdonságot. Hát persze érdekes az, amelyet az elnök asszony is kiemelt, amely a képzésről szól. Ugye ez az, ami legjobban érinti a hallgatókat talán is. Itt ez a bizonyos távolságtartás, hogy megőrizzék mindezt, de mégiscsak egy képet adjanak abból a szempontból, akik ezeket a képzéseket elvégezték, nagyon izgalmas és tanulságos, mindenkinek ajánlom. És hát az a provokatív téma, és elnézést, hogy nem minden tanulmányt emelek ki, de az a provokatív téma, amelyet már az elnök asszony is említett, hogy mit csinálnék másképp, ha főnök lennék, már ilyen témát feladni is
izgalmas, és hát nagyon sokféleképpen lehet megoldani, nyilván mindenki másképp oldja meg. Nagyon érdekes volt, hogy egy tapasztalatra épülő megközelítést találunk ebben a könyvben. Lehetett volna elméleti módon, kicsit elvonatkoztatva az ábrándok szintjén is beszélni róla. Ez egy tapasztalatokra épülő feldolgozása a kérdésnek, és szerintem nem nagyon van olyan ember, aki ezt magának még nem tette volna fel ezt a kérdést. Tehát talán érdemes összehasonlítani a saját elképzelésünkkel is mindezt, amit találunk. És hát talán az, amit bevezetőbe kezdtem, azért az legyen a végső kicsengés és a dolognak, hogy nem csak, hogy azt kívánom, hogy ennek a kezdeményezésnek legyen folytatása, hanem azt is kívánom személy szerint mindenkinek, a szerzőknek, hogy gondolják tovább ezt, éljék ezt a mi szép hivatásunkat, és ne csak egy egyetemi feladat maradjon, hanem ez valóban egy első lépés legyen a tudományos kutatás, publikálás terén, és én nagyon szeretném ezek az ő írásaikat, akár ezeket a gondolatokat is tovább folytatva, találkozni a szakfolyóiratokban az írásaikkal. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Felkérem Forró Judithot, az Infotron Kft. Vezetőjét, a Magyar Információ Programok Egyesület Témájának alelnökét, hogy mondja el véleményeket. Mindenkit! Hát itt a kötet, a szerzők és a szerkesztő méltatásában már alig maradt olyan gondolat, amit előttem megmondtam volna, hogy jár, de azért igyekszem, és engedjék meg nekem, hogy szubjektív legyek ebben a dolgokban, az ilyen érzéseimet elmondani az élménnyel kapcsolatban. Hát gondolom, hogy a tudománynak a szerkesztőnek a valóság, vagy széles látókörűségét mutatja az is, hogy itt a versenyszféra is megjelenik, a nagyon fontos felsőoktatás és a társadalmi szervezetek véleménye mellett, hiszen maga a könyvnek a témaválasztása is azt mutatja számomra, hogy hát úgy tudjuk, hogy a könyvtárban a tartalom az nagyjából rendben van most arra, és remélem, hogy még jobb lesz ezentúl. Ugye a feldolgozással, a visszakereshetőség biztosításával sincsen olyan nagy probléma. Valójában a legnagyobb azzal van, hogy hogyan adjuk el ezt a dolgot úgy, hogy az emberek akarják használni, hasznosnak érezzék, az igényeikkel találkozzanak azok a szolgáltatások, amiket a könyvtárban nyújtanak számunkra. Tehát tulajdonképpen a lényeges és égetően fontos kérdések a kommunikáció, a marketing, az a tér, amiben a szolgáltatásokat a legoptimálisabban nyújtani lehet, azoknak a szakembereknek a képzése, akik ezt úgy tudják majd szolgáltatni, hogy tőlük szívesen fogadják majd az emberek. Ezek nagyon fontos kérdések. És hát persze a menedzsment ugyan mindegyiknek az állóban, nagyon én is örömmel tapasztaltam, találtam ezt a tanulmányt benne. Ezek mindegyik területen van tennivaló. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy azt tetszik általában a legjobban, amikor valaminek az olvasásában én abban valamit tanulok, vagy valamit segít nekem összefoglalni, vagy olyan ötleteket ad, amit aztán a saját és a munkatársaim munkájában tudok kamatoztatni, és ezzel sikeresebbé tenni ezt. Én ezekben találtam több ilyet. Ahogyan mondtam, elsősorban a kommunikáció területén. Nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy a hallgatók, akik közül, ahogy Fodor igazgató mondta, vannak olyanok, akik már élesben dolgoznak, vannak olyanok, akik még kezdődnek a szakmában, de akik élesben dolgoznak, azok is tudtak hármat hátralépni, és valamilyen távolságból szemlélni a kérdést. Nem azt mondom, hogy a korkülönbség, ami egy tapasztalt könyvtáros, hogy akár mondhatom, hogy minket a hallgatóktól elválaszt, inkább a tapasztalatoknak a mennyisége, vagy a sokrétűsége. És meg kell mondanom, hogy néha minket a tapasztalt, a
sok tapasztalat az óvatosságra késztet, esetleg nagyobb tapintatra késztet, mint ami kellene ahhoz, hogy működjenek a dolgok. A hallgatóknál örömmel vettem észre, hogy ezek a bilincsek lazulnak, és nem fogják őket olyan szorosan. Tehát nekünk ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy mi az ő véleményünk. Ami is fontos ez egyébként, hogy most kapkodjak a témák között, a menedzsment területen is, hiszen ugye a munkatársaknak az elkötelezettsége az állaga annak, hogy jól működjenek a dolgok. Biztosan hallottak már a Juit cégnek a több éve végzett legintézmény, vagy mi a neve? Tehát ott is nem azt vizsgálják tulajdonképpen, hogy mennyire jók a munkatársak, mennyire képzettek, mennyire elégedettek a fizetésükkel, hanem a mutató, a fő mutató az az, hogy mennyire elkötelezettek a cégnek a működése, a sikerei iránt. Mert én azt mondom, hogy ahhoz, hogy ők elkötelezettek legyen, nagyon meg kell fontolnunk azokat a dolgokat, amiket például itt a menedzsmentes dolgozatban a kolléganő leírt. Meg kell mondjam, hogy 18 tanácsából 3 olyan volt, amiről én tudom, hogy nekem is erősítenem kell benne, de nem mondom meg, hogy melyik 3 ilyen kollégának vegyek észre örömteli változást ezekben. Szóval a kommunikációs rész nagyon fontos volt számomra. Azért is, mert ugye tanárul írta a bevezetőben, hogy ezek 2009-10-ben született tanulmányok. Ezt éreztem belőlük. Éreztem belőlük, mert a területünkön olyan nagyon gyorsak a változások, hogy egyre inkább az érdekelt, hogy hol van az elmúlt év, vagy az előtt év, vagy akár a mostani évnek az eredménye. Annyira érdekes témákat feszegettek, hogy szeretném látni egészben. És szeretném nézni, hogy most merre megy tovább ez a tendencia, és elkezdtem olvasni ebben a témában. Nagyon érdekelt, hogy hogyan alakul a katalisztes megjelenéseknek az elemzésének az eredménye. És tényleg, amiket leírt a kolléganő, azokat látom igazolva, hogy hogyan halad el, most már nem az IT a fontos, hanem általában a szervezeti kérdések, a politikai kérdések, a sajtóbeli megjelenésekben is, ahogy jeleztem, hogy a hullámosodás felé mozdulnak el a megjelenések. Ez valóban így van, és azóta egyre inkább így van. De ez önmagában nem az a rettenetes nagy baj, hogy így van, hanem az a baj, hogyha ezt nem használjuk ki. Tehát, hogyha el akarjuk juttatni, mondani valókat az emberekhez, akkor ezt a csatornát kell aktívabban használni, és szépen beletenni azokat a mondani valókat, amik nekünk fontosak. Szóval ezeket nekem nagyon tetszettek. A könyvtári rendezvények terén is a tanulmányban leírt a óta nagyon nagy változásokat fedeztem fel, és valóban ott is ugyanaz a tendencia, ez valóban egy trend, ami azóta is érvényesül. Tehát ez igazolja a valóság a tanulmányban foglaltakat. Arra szeretnék még kitérni, hogy ez az egyik érték, mondjuk a témaválasztás. Másik értékről is beszéltem, hogy milyen jó, hogy a fiatal hallgatók írták ezeket. Én szeretném felajánlani most saját személyemben is azt, hogy szívesen támogatok ilyen tanulmányok írásában hallgatókat, ahogy a gyakornokaink közül is szerencsére nem egy belevágott ember, és jelentek meg publikációt, meg tartottak előadás konferenciákon. Hogyha bárkinek ilyesmire volna szüksége, akkor szívesen rendelkezésére állok. A konferenciára jutott eszembe még, amit szerettem volna önökkel megosztani. Nagyon tetszett, hogy a kolléga, aki írta a cikket, emlegette a műhelyi beszélgetéseket általában. Az a tapasztalatom, hogy igazán hatékonyak már nem a nagy 200 fős konferenciák, hanem azok a kisebb műhelyek, mint a K2-es kísérleti műhely, vagy akár a állati könyvtárosügyi, ahol interaktívan, közvetlenül a gyakorlati problémákat is meg lehet beszélni. Tehát a konferenciák mellett, ahol a trendekről,
stratégiával pályakozódhatunk, az ilyenek is roppant fontosak, mert olyan nagyon sok bizonytalan tényező van most a világban, mind a digitalizálás, mind a szerzői jogok, mi sorolhatnám a képzés területén is, hogy ha visszajönnek olyan könyvtár irántele kötelezett szakemberek, akiknek vannak konkrét tapasztalatai, abból sokszor többet lehet profitálni. Erre is nagyon szívesen nyitottak vagyunk, és szervezünk ilyet még többet. És nagyon örülök, hogy a kolléga, aki írta a cikket, ő is ilyen irányba gondolkodott. Köszönöm szépen! diákjaim a hazai és nemzetközi könyvtárok trendjeinek
merre tartunk, ez a kérdés áll írásai középpontjában. Rohan tempóban változó társadalmi, gazdasági, technológiai, politikai, környezeti tényezők között, amelyek természetszerűen kihatnak a könyvtári rendszer működésére, fejlődésére, alapjaiban meghatározva a lehetőségeket és a kihívásokat. Tanulmánykötetünk négy fő fejezetben adatokkal, tényekkel gazdagon alátámasztva, azokat grafikusan ábrázolva, továbbá mondani való illusztrációkkal kísérve tárja fel a könyvtári széle aktualitásait. Napjainkban minden tevékenység megköveteli a kommunikációs eszközök észszerű és kívánatos mértékű használatát. Ez alól mi sem vagyunk kivételek, így a bibliotékák sajtóban való megjelenésének, a könyvtárak által a nagy közönségnek és a könyvtárosoknak szervezett rendezvényeknek, de a Katalizt levelező listára üzeneteknek áttekintése és okulásként szolgálat mindannyiunk számára. Az élethosszig tartó tanulás olyan parancsa korunknak, melytől egyetlen szakember sem szabadulhat. Képzéssel foglalkozó dolgozataink reflektorfényében a külföldi és hazai felsőoktatási intézmények tanterveinek összehasonlító vizsgálatai állnak, különös tekintettel a három ciklusú BA-MA PhD programok tapasztalataira, de sarkalatos momentumként ugyanakkor kitérünk a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyének mérlegelésére, és ugye ezt emelte ki Bakos elnök asszony. Pénz. A csökkenő költségvetési támogatással szemben összegyűjteményű napi problémája egyre többé szertágazó multifunkciós szolgáltatás biztosítása. Kézenfekvő tehát a pályázati kiírások és a nyertes induló aprólékos témakör, földrajzi elhelyezkedés, stb. Szerinti áttekintése. Aki itt pedig idáig eljut, megérdemli a ráadást. Könyvtárépítészet, hallgatói elvárások, főnöki viselkedés és nemzetközi, elsősorban amerikai könyvtári marketing képekben. Kötetünk célja, hogy pillanatképet fessen, hogyan látják a hallgatók a mai könyvtárosság problémáit. Az oktató szerkesztő pedig a fiatal kutatók elindulását szerette volna támogatni első, komolyabb írásaik megjelentetésével. Tapasztalják meg a tudományos munka magával ragadó ízét, minden kínját és keserűt, és természetesen örömét, sikerélményét. Mutassák meg, a tömegoktatás keretei között is léteznek önálló megfogalmazott gondolatok, eredetiséget tükröző, korszerű kutatói vállalások, virágozhat az egyetemi tehetséggondozás. Nem utolsó sorban pedig felgyorsult információval túlterhelt és elbúrvárosodott világunkban hirdessük a lényeglátás, az elmélyült kritikus gondolkodás, az okozati összefüggések feltárásának a fegyelmezett munkavégzésnek fontosságát. A tanulmányok olvasásakor tapasztalható hibákért már ehelyütt is elnézést kérünk. Érdeklődéssel fogadunk minden észrevételt, segítő véleményt, mely előreviheti a hallgatók további kutató munkáját. Itt kell megjegyezni, a dolgozatok többsége 2009-ben és 2010-ben született, és az egyre szorító pénzügyi akadályok miatt húzódott jelentősen a megjelenés. Mindezek ellenére azonban bízom abban, hogy a tudományterület fő kúrens irányzatainak szemléltetésére is alkalmas lesz az összeállítás, és kiállja az időpróbáját. Gyűjteményünk nem jöhetett volna létre barátaim és kollégáim nélkül. Köszönettel tartozom dr. Iván Gézának, itt ül a második sorban, az Ötös Során Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara nyugalmazott könyvtár igazgatójának és főmunkatársának, a kimagaslóan lelkiismeretes lektorálásért, a rendszeres szerzői és szerkesztői konzultációként. Ő nélkül ez a kötet biztosan nem jött volna létre. Dr. Kistóth Lajosnak, az Eszterházy Károly Főiskola általános és fejlesztési rektorhelyettesének, a Kémiai Informatikai Intézet vezetőjének és a Liceum kiadó igazgatójának kötetünk megjelentetéséért. És a két képzőintézmény közötti több sikeres projektben is testet töltő együttműködésért. Nagy Sándorné Maminak a tördelésért, és azért, hogy türelmesen viselte a sorozatos korrektúra fordulókat, összesen 30 ilyen forduló volt, szegény megszenvedett vele. Kormos Ágnesnek, az LKFB Liceum kiadó referensének az adminisztráció görbülékenységért, és Vince Bálint grafikusnak a borító tervezéséért. Juhász Éva doktorandusznak, itt ül valahol Éva, az angol nyelvű rezümék lektorálásáért. Patkosné Tóth Zsuzsa könyvtárosnak és Uri Kovács József demonstrátornak az olvasó szerkesztésért, ők is itt ülnek.
és persze a szerzőknek, hol diákjainak a közös munkája. Nem, nem mutatnak őket? Rögtön, egy pillanat. Munkánkat Folt Krisztina, az LTBTK könyvtártudományi tanszéke nyugalmazott vezetőjének, a könyvtártudományi doktori program alapítója emlékének ajánljuk, aki a magyar könyvtáros képzés évtizedeken át meghatározó, közismert és szeretett alakja, pótolhatatlan tudós, tanár és kolléga volt, és aki mindvégig töretlen szakmai elhivatottsággal, példamutatással, segítő odaadással és nem utolsó sorban felejthetetlen életkeddel állt a katedrán. Fogadják jó szívvel és biztató reményekkel az LTBTK Könyvtár és Információtudományi Intézete végzett hallgatóinak első tudományos szánypróbálgatásait. Egyrészt Judit kérésének elegettével rögtön a közreműködőket szeretném bemutatni, másrészt több recenzens hozzászólásában szóba került a Mit tennék másként a Földön lennék című tanulmány, ezért szeretném kiemelni, nem azért, mert színvonalában tulajdonképpen eltérések lennének a tanulmányok közül, de ez egy különösen kalandos tanulmány volt, és különösen kalandos volt ennek a megjelentetése. Ugye a szerzője egy könyvtárban dolgozott, és most is egy könyvtárban dolgozik, csak egy másik könyvtárban. És azért szerepel a tanulmánya ebben a kötetben. És Eszter tulajdonképpen ezt ilyen bónusz trackként kapta ezt a tanulmányt, mert már nem tudta hirtelen más témát szülni, és jött, de őnek nincs témája. Mit tenne ön, hogyha főnök lenne ebben az intézményben? Megszületett a tanulmány, jó tanulmány, ugyanúgy, mint a többi tanulmány is egytől egyéb, de hát Eszter nem mehet el, hogy bekerüljön természetesen a kötetben, hiszen a főnöke rögtön magára ismert volna az ottani viszonyok miatt. És tulajdonképpen az utolsó pillanatban, amikor Eszter munkahelyet váltott, akkor sikerült, hogy ez a tanulmány szerepeljen a kötetben. És még sok-sok ilyen sztorit, történetet tudnék mesélni a pályázatokhoz, a mai világnak a pénzügyi, gazdasági megszorításához kapcsolódóan, hogy még a megjelentetés előtt egy héttel is felhívtak, hogy sajnos mégse tudjuk nyomtatni, stb. De a lényeg az, hogy megszületett a kötet, itt van a kötet, mindenkinek jó szívvel szeretném a figyelmébe ajánlani. Amit kiemeltem, azt még egyszer szeretném elmondani, hogy ez a kötet Folt Krisztina tanárnő emlékének készült. A fiatalabb hallgatók, vagy a végzett hallgatók nem mindegyike ismerte őt. Én nekem az a szerencsém volt, hogy mint oktatóm, kollégám, sőt, mint szobatársam, és bátran mondhatom, mint barát is mellettem állt, és rendkívül sajnálom, hogy az intézet és a tanszékeknek a mai tevékenységébe, munkájába már nem tud részt venni. Én azt gondolom, hogy ő fentről figyel bennünket, most is, és ahogy ő szokta magát nevezni, az öreg tanbetyár figyel bennünket és szurkol nekünk. Én azt kérem, Krisztinától szurkoljon még sokáig nekünk. A szerzőknek sok sikert kívánok, és most jön egy ünnepélyes aktus, mégpedig az, hogy a szerzői tiszteletpéldányokat átadjuk. Amíg erre fölkészülünk, szeretném bemutatni az itt jelenlévő közreműködőket. Iván Gézát, a kötetnek a lektorát. Senkit se felejtsek ki, izgulok nagyon. Juhász Évát, aki az angol nyelvű rezüméknek a lektorát. Patkósné Tóth Zsuzsát és Uri Kovács Józsefet, aki pedig az nagyon szépen köszönöm az ő munkájukat és közreműködésüket is. És most következik a tisztelet például ünnepélyes átadása.
amire azt szeretnénk kérni, hogy Géza fáradt ki ide mellé, hiszen te ugyanannyit dolgoztál ezzel a könyvvel, és szeretném, hogyha neked együtt tudnánk a szerzőknek átadni. Jó, hogy beszélt belőle, nem meg ezt a dicsőt. Nagyon szép. Én pedig a kötet tartalomjegyzékének megfelelően fogom szólítani a szerkesztőket. Az első helyzet, amelyet olyan sokat emelkedünk a kommunikációból, az első szerzőpáros Ungis Zsanna és Zavar István cikkük címe Nézzünk tükörbe könyvtárakra országos sajtóban. Ungis Zsanna az Eduktus Főiskola Budapesti Tagozatkönyvtárának munkatársa, Zavar István pedig az Ötvös Orrán Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Intézet Polgi Ferenc Könyvtárának munkatársa. A következő tanulmány Erdély Ildikó országos könyvtári rendezvények az elmúlt 5 év tükrében rendezvények olvasóknak, használóknak, érdeklődőknek. A Pest megyei könyvtár munkatársa nem tud részt venni az ünnepségen, és így babája született. Ez a tudatosságnak neki. Bátány Tricsi Erikán, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának, Magyar Tudományos Művettárának munkatársát, munkájának címe, hazai szakmai programok a könyvtáros közösség számára. A következő tanulmány Nagy Zsolti Tornából a szakmai információ áramlás fejlődése, a Katalisz levelező egyéb üzenetek áttekintő elemzése. A Hambatúra Városi Egyetem igazását. Következő szerzők a képzés témakörében jeleskedtek. Goda Beatrix, a felsőfokú információs szakemberképzés helyzete Ausztriában, Németországban és Svájcban. Az ország Népszerű forrás szerint
mit csinálni? Márként, ha fölmöztetni. Ezt a pluszai között meg kell említenünk, hogy ez szintén remény szülőt, így van már. Mindenkinek minden jót kívánok a mai estére. Viszontlátásra.